Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen lépéseket fog tenni irányodba? Mi lehet most az elvárásod? Mi történik a közeljövőben? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a három kártya utal. Te, mint ez a hölgy, állsz itt a középpontban, és ez a férfi nagyon sokat gondol rád. Itt látható az utazás. Ez lehet, hogy te vagy külföldön, vagy ő él külföldön, hiszen itt vannak külföldi kapcsolatok. De ez az utazás lehet egy közös út is. Például egy nyaralás, vagy egy meghívás, vagy egy látogatás, de jelent egy közös életutat is. És ezen az úton vagytok. Ez egy hosszú út, tehát stabil ez a kapcsolat. Amit ez az utazás még jelenthet, egy belső utat, egy lelki kapcsolatot, mély érzelmekkel. És mi akadályozza őt, hogy jelentkezzen, hogy érzelmekről, tervekről beszéljen, erre utal itt ez a kártya. Itt a négyes szám azt jelenti számára fontos a biztonság, az anyagiakat és az érzelmeket illetően is. De ő nagyon visszahúzódó, és befele tekint. Számára most fontos a hit. Higgyen abba, hogy mindaz megvalósul, amit ő tervez. Itt a képen látható ez a szent kép. Természetesen utalhat ez vallási témákra, spirituális dolgokra is, de jelenti az ő képeit, az ő elképzeléseit. Ennek ellenére még visszahúzódó. Lehet, hogy félelmei vannak, vagy kicsit bizonytalan. A következő kártya azt jelenti, mit fog tenni konkrétan az ő lépései a te irányodba. Ennek a kartnak több jelentése van. Először is elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat, tehát ezt a helyzetet. Ez a kart jelenti a levegő elemét, és az utal a könnyűségre. Így könnyebben mennek előre a dolgok, azon kívül a levegő eleme mindig aktív, tehát lépéseket tesz irányodba. Amit ez a kép még szimbolizál, ezek az elhatározások, a döntések. Ő komoly döntéseket fog hozni, és tisztázódik, rendeződik valami köztetek. Amit még a levegő eleme, illetve ez a kard jelent, ez a kommunikáció. Tehát lesz egy hír. Mivel itt kivirágzik minden, ez egy jó hír. A következő kártyák azt fogják mutatni, hogy reagálj erre a hírre, az ő közeledésére. Itt látható ez a szerelmes férfi, és ez ráutal. Tehát ő áll itt a középpontban, és ő szeret téged, itt lesz egy szerelmes levél, de a kártya azt is jelenti, hogy neki is vannak elvárásai, és vár arra, hogy te jelentkezz nála, és jöjjön ez a szerelmes levél. De itt látható a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a levelet. Az lehet, hogy ő megvárakoztat téged, vagy azt is jelentheti, hogy ne beszélj érzelmekről. Várj arra, hogy ő nyilatkozzon, és te megkapd
tőle ezt a szerelmes levelet. És a jövő itt látható, itt előre mennek a dolgok. De hogyan? Itt nehéz lépésekről van szó. Viszont a háttérben itt van ez a luftballon, és utal a levegő elemére, tehát a könnyűségre. Ez a fontos most kettőtök között, hogy meg legyen a kapcsolat, a beszélgetések, a döntések, és előre fognak menni az események, de kell ez a könnyűség, és így javul a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!